első felszólalója, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom egykori délvidéki vezetője, a Mi Hazánk Mozgalom LP képviselő jelöltje, Kispalkó Szilveszter. Kedves honfitársaim! Ismét eltelt egy év, és mi újra itt vagyunk. Mert hiába múlnak az esztendők, és vagyunk egyre távolabb a trianoni tragédia dátumától, valami nem változik. Az igazságtalanság és vele a fájdalom továbbra is szívünkben ég. Hazafias és erkölcsi kötelességünk, hogy hallassuk a hangunkat, hogy kiálljunk az elszakított területeken élő magyarok és a trianonban megalázott egyetemes magyarság mellett. Őriznünk kell a feltámadás reményét hordozó őrtüzek lángját szerte a Kárpát-medencében. Hiszen tudjuk jól, 15 millió okunk van rá. Hogyan is felejthetnénk, hogyan is haladhatnánk meg Trianont, mikor 104 év után sem rendeződött az elszakított területeken élő magyarok helyzete? Tegyünk hát egy gyors kitekintést a Kárpát-medencébe. Egészen elképesztő, hogy Erdélyben, a Felvidéken és a Kárpátalján továbbra sem használhatjuk hivatalos nyelvként a magyart. Hogy napjainkban Felvidéken a jelenleg is érvényben lévő Benes dekrétumokra hivatkozna, vesznek el magyar tulajdont, és hogy továbbra is büntetik a magyarok kettős állampolgárságát. Elfogadhatatlan, hogy Kárpátalján szüntelenül üldözik a magyarságot, hogy erőszakkal kényszerítenek magyarokat az orosz-ukrán hústalálóba, hogy nap mint nap pusztítják őseink hagyatékát, még a munkácsi turulszobrot sem kímélték. És ha ez mind nem lenne elég, páros lábbal tiporják a magyar diákok anyanyelvhez és oktatáshoz való jogait. Erdélyben továbbra is üldözik a székelyzászlót, továbbra is akadályozzák az autonómia törekvéseinket, és sajnos kijelenthetjük, az úzvölgyi katonatemető hősi magyar katonái továbbra sem nyughatnak békében. Délvidéken legalább papíron jót mutatnak a kisebbségi jogaink, viszont azok gyakorlati alkalmazásával már nem igazán van okunk dicsekvésre. Megfelelő ellenőrzési mechanizmusok és törvényi szabályozás nélkül ugyanis nem sokat érnek. Sajnos politikai képviseletünk a nagy gazdasági kapcsolatépítés rózsaszín ködében hajlamos ezekről a sokszor kényes, de fontos témákról megfeledkezni. Kedves honfitársaim! A mai napon is fontos, hogy szót ejtsünk a demográfiai helyzetről. Szó szerint életbevágóan fontosak azok a kezdeményezések, amelyek a magyar ifjúságot célozzák, mint amilyen a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett gyermektáborok, vagy a Mi Hazánk Mozgalom által életre hívott pajtás gyermekmozgalom. Ezek azok a kezdeményezések, amelyeknek köszönhetően évről évre több ezer gyermek teheti magáévá a nemzeti értékrend alapvetéseit, és lehetőséget kaphat, hogy a közösségi hálók hamis világa helyett egy valódi, összetartó közösséghez tartozzon. Az ifjúságnevelés mellett nagyon fontos megemlítenünk az Anyaország Alapítvány nemzetmentő tevékenységét, a gyermekvállalás népszerűsítő kampányokat is. Ezek azok a kezdeményezések, amelyek a magyar jövő reményét jelentik. Mert felelős gyermekvállalás nélkül nincs demográfiai fordulat, és demográfiai fordulat nélkül nincs magyar jövő. A történelemből megtanulhattuk, a demográfiának nagyobb történelem alakító ereje van, mint bármelyik hadseregnek. A fenti témák mellett fontos, hogy időnként önvizsgálatot tartsunk. Ki kell lépnünk az önsajnálati szerepből,
folyton abban bízni, hogy majd más megharcolja helyettünk saját harcainkat. A mi csatáinkat senki más nem nyerheti meg helyettünk. Nem várhatunk másra, nekünk kell cselekedni. Ez a küzdelem hosszú és kemény lesz, de csak így van esély arra, hogy visszaszerezzük a Kárpát-medencében minket megillető helyünket. Ismét vonzóvá kell tennünk a Kárpát-medence népei számára a magyarság történelmi nemzeteszméjét. Ehhez demográfiai, gazdasági és szellemi megújulásra van szükség. Túlélő nemzet vagyunk, amely nemzet a történelmi viharai után mindig újjá tudott születni. És ennek köszönhető az is, hogy még mindig mi vagyunk a legnépesebb nemzet a Kárpát-medencében. Jövő vasárnap sok szempontból sorsdöntő választások elé nézünk. A mai napon nem szeretnék kampánybeszédet tartani, csupán egy dolgot kérnék tőletek. Vessetek egy pillantást a pártvezetők életútjára és jellemére. Majd tegyétek fel magatokban a kérdést. Hitelesség vagy elvtelenség? Hűség vagy árulás? Globalista érdekek képviselete vagy magyar érdekképviselet? Ezekről fogunk dönteni június 9-én. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek. Ti vagytok a nemzet lelkiismerete. Fel a győzelemre, Veszprém Trianon!